A tatai események felidézése után az egybegyűltek bajra az egykori laktanya előtt elhelyezett emlékkőhöz vonultak, mely a felvonulás utolsó állomása és a kistérségi közös megemlékezés helyszíne volt. A tragikus október 27-én történtekről a település polgármestere beszélt. Az a 20-25 bányász és vájártanuló, aki fellelkesülve a budapesti hírek hallatán október 27-én délután elindult Tatabányáról egy Csepel teherautóval, hogy fegyvert szerezzenek, fogjanak és Budapesten csatlakozzanak a forradalomhoz. Szenvedélyektől fűtve, tetrekészen, de békésen először Tatára mentek, fegyverért, és mivel sehol nem sikerült, így kijöttek ide, Bajra, az egykori magyar laktanyához, hogy megpróbálkozzanak itt is. A bányászok Bajon sem kaptak fegyvert, és ahogy a teherautó megfordult, gépágyuk és géppuskák tüze zúdult az utasokra. A 20 éves férfiak közül 8-an azonnal életüket vesztették. Óhatatlanul felmerül a kérdés bennünk, amiért. Sajnos a mai napig erre nincs válasz. Tisztelt emlékező közösség, 1956 megünneplésének nagy a tétje. Emlékezni, emlékeztetni, tükröt tartani és tükörbe nézni. Fiatalnak, idősnek, politikusnak, civilnek, idegenbe szakadtnak és az itthon maradottaknak. A méltó ünneplésnek hatása van a mindennapi dolgaink alakítására. És végül hadd idézzem még egyszer a sokat mondó szorzótábla kivonatába csomagolt történelmi igazságot a 8 fiatal emlékére is. 8x6 az 48. 8x7 az 56. Ezt jól megtanultuk, de soha el nem feledjük.